Nem tudom pontosan, hogy hány étterem zárt be Magyarországon az elmúlt egy évben. Nem láttam még erről egyáltalán kimutatást, de azt tudom, hogy sokan, akik még nyitva vannak, napi élet-halál harcot folytatnak azért, hogy fennmaradjanak, fizetést tudjanak adni, és bérleti díjakat vagy resiket tudjanak fizetni. Ebben a gazdasági környezetben szerintem egyetlen egy ember gondolta úgy, hogy belevág a vendéglátásba, ő Jókuti András, a Világevő blogger. Megmondom őszintén, hogy magam sem tudom, hogy bátorság, vakmerőség vagy bolondság, amit csinál, de abban teljesen biztos vagyok, hogy az a pozitív szemlélet, ami most belőle jön, az nem hiányozhat 2021 első heti naplójából. Ez úgy kell most, mint egy falat kenyér. Nem fogok nagy titkot elárulni azzal, hogy minden riporternek megvannak a kedvenc témái. Én például biztosan nem jövök zavarba, ha mondjuk a retróról kell beszélni. Legyen az régi rádió vagy öreg Skoda, esetleg egy megsárgult Ludas Matyi újság. De a sportolóktól sem ijedek meg, azt hiszem tudom, hogy kell hozzájuk közelíteni, hogy szóba álljanak velem. És miért lettél kenus és nem pedig kajakos? Nem volt kajak. És van még jó néhány olyan témakör, amelyben otthon érzem magam, de vannak olyanok is, amikhez egyáltalán nem értek. Ilyen például a divat. No, ebben addig jutottam, hogy fehér térdzoknit nem veszek fel szandállal. A másik, amihez szintén nem értek, a gasztronómia. Ez ugyanis nálam a lecsónál kezdődik és a rántott húsnál végződik. Ezért tartottam egy kicsit a mostani riporttól. Jókuti András ugyanis az egyik legismertebb hazai gasztroblogger, világszinten is. Hogy más nem mondjak, vélhetően ő az egyetlen magyar, aki műsorvezető lehet a világ legrangosabb szakácsversenyén, a Bocuse d'Oron. It's a bit of a modern version of the one in Lyon, and I like it a lot. It's made by... András világevőnek vallja magát, hiszen több mint 60 ország éttermeiben járt már. Megdicsérte, vagy éppen kritizálta az ottani fogásokat. Mostantól viszont őt is lehet dicsérni, vagy kritizálni, mert hogy saját éttermet nyitott. A járvány, és ezzel sem mondok majd újat, nagyon sok céget tett tönkre. Így azután nyilván az volt az első kérdésem a gasztrobloggerhez, hogy miért éppen akkor nyitott éttermet, amikor más bezárta. Nem is ő lett volna, ha nem próbálta volna meg viccel elütni a választ. Én eleve rájöttem, hogy soha nem akarok éttermet nyitni, mert egy iszonyatos kemény dolog a vendéglátóipar. Úgyhogy ezek után az már csak természetes volt és logikus volt, hogy ha mégis, akkor olyankor, amikor lehetetlen. Ráadásul a belvárosban, ahol az étteremnek használható helyek bérleti díja amúgy is elképesztően magas, de tudta még fokozni. Magyaros tésztázót nyitott, amely még járványmentes időben is veszélyes vállalkozás lenne, nemhogy ilyenkor. András azt mondja, hogy a magyaroknak nem kell elmagyarázni, hogy mi az a túrós csusza. Viszont a külföldről jövőknek igenis el kell mondani, hogy ez is a magyar konyha, és nem csak az, amit a reklámokban hallanak. Ez a bajom, hogy aki külföldi ide jön, ott mindig látom, hogy kérdezik is tőlem, hogy hol legyen gulást, ugye azt se tudja, hogy az valójában a pörkölt, tehát hogy eleve még azzal sincsenek tisztában, hogy gulyásleves vagy pörkölt, az két külön dolog, és esetleg a lángos, és semmi más nem érdekli őket. Pedig itt van a túrós csusza, a káposztás cvekedli, a krumplis tészta, a mákos nudli, vagy éppen a lecsós galuska. András abban biztos, hogy a magyarok szeretik ezeket, de a célja az, hogy megszerettesse a külföldiekkel is. Már persze, ha lesznek külföldiek, mert hogy most nincsenek. Éppen ezért értem vissza az elején egyszer már feltett kérdéshez. Miért éppen most a járvány idején nyitott? Ez önmagunknak a térden lövése, és nem tudjuk ugye úgy prezentálni az ételeket, ahogy szeretnék. Vannak gyönyörű ilyen zománcos tányéraink, ugye szerettük volna látni a vendégek arcát, ahogy fogyasztják, megkérdezni, hogy hogy ízlik. Nem ez a vendéglátásnak a szép oldala, amikor ilyen dobozokba pakolják bele végül a szakácsok a gondosan elkészített ételeket, úgyhogy szerintem nem szabad most belevágni, de előre gondolkozunk, tehát hogy mi most a következő évekre gondolkozunk, és akkor azt reméljük, hogy abban ez a néhány hónap ez csak egy kis kellemetlen emlék marad majd. András szerint ez egyfajta előre menekülés is, akik ugyanis, mondja, most teljesen leállnak, azoknak később még nehezebb lesz újraindulni. Ráadásul így most munkát is teremt azoknak, akiknek nem, vagy nem nagyon lenne. Éttermében 12-en dolgoznak, de nyugodtan hozzáadhatjuk azt a tucatnyi futárt is, aki az elkészült ételeket hordja ki a megrendelőknek. Egyébként a kiszállításban lehet némi pénz, gondolom én, mert hogy ott jártunkkor, véletlenül hallottam, éppen 90 adag lencsefőzeléket rendelt valaki,
az azért már nem tűnik rossznak. De ki ez a bátor ember, aki a világjárvány idején nyit éttermet? Nagyon érdekelt a személye. Azt tudtam róla, hogy Hajdan vízilabdás volt. Azt pedig a riport elején már mondtam, hogy a világ legrangosabb szakács versenyének egyik műsorvezetője. A Bocuse-d'Oron készült ez a néhány felvétel. Meccsen láttam már így szurkolni embereket, főzőversenyen még nem. És tényleg készítik, és tényleg a mammák összegyűlnek. András itt éppen arról beszél, hogy milyen ennek a szakács világversenynek a hangulata. Itt tudtunk egymástól megfelelő távolságot tartani, és így végre levehette a maszkot legalább erre a pár percre. Azután azzal kezdte, hogy a Bocuse-d'Or tulajdonképpen egy főzőverseny és egy kézi vagy kosárlabda világbajnoki döntő elegye. Ugye a kettő így össze van gyúrva, a szakácsok főznek nagy fehér sipkákban, nagyon viccesen meg szépen néznek ki, és mellettük pedig a lelátón pedig több ezer ember örjöng és szurkol, és zászlókat lenget, és fúvós zenekarok érkeznek. Tehát, hogy ez a kettő kombinációja, és akkor van a két... De mielőtt továbbmész, muszáj megkérdeznem, hogy hogy kell szurkolni egy szakácsversenyen? Tehát süljön meg, vagy mit kiabálnak? Igen, vedd ki, vagy forgass meg, kavard meg! Ez persze csak vicc, de az tény, hogy a Bocuse-d'Oron 5 óra 35 percig főznek a szakácsok, és közben tényleg mindenki tombol a lelátón, különösen a tálalásnál. Nyilván azért is, hogy ezzel is befolyásolják a zsűrit, András pedig csinálja közben a show-t. Pár hete szóltak neki, hogy a júniusi lyoni világdöntőn is műsort kell majd vezetnie, de ha lehet nem angolul, hanem franciául. Úgyhogy van fél éve megtanulni a nyelvet. Egyébként azt mondja, hogy tartson bármit a közvélemény az úgynevezett magyar konyháról, az nem rossz. És nem csak azért nem, mert szakácsaink rendszeresen jól szerepelnek a világversenyeken. Azt ugye az elején már bevallottam, hogy a gasztronómiánál kevésbé már csak a divathoz értek. Na most kihasználtam az alkalmat, hogy egy igazi szakértővel ülök, és rákérdeztem arra, hogy mi a csoda a jó a fine dining éttermekben. White szájú íz szakemberek biztosan megvetnek emiatt, de szerintem vagyunk pár millióan ebben az országban, akik nem feltétlenül értik ezt a dolgot. Én nem ítélem el azt, hogyha valaki mondjuk egy vagy két adag étellel szeretne jól lakni. Én magam is mondjuk anyukám bablevesével nagyon boldogan el vagyok, és nem igénylek utána se maximum valami kis desszertet, de hát ugye ez egy fantasztikus egytál étel, nagyon jó ez is, és bablevesből tényleg nem szeretnék ekkorát, tehát hogy ez teljesen egyetértünk, de egy fine dining az úgy van kitalálva, hogy úgy tudnám megfogalmazni a különbséget mondjuk a fine dining meg az egyszerűbb étkezési formák között, mint mondjuk a popzene és az opera között. Tehát, hogy a popzenét is lehet persze élvezni, vannak erényei, de egy opera az arra szolgál, hogy akkor koncentráltan hallgatom, élvezem, sok mindent mutatnak, íve van, bemutatnak cizelált dolgokat is, tehát egy teljesen másik műfaj. Szóval András szerint bőven van helye a magyar gasztropiacon a fine diningnak épp úgy, ahogyan a kockás abroszos kis vendéglőnek, az igényes pizzás étteremnek épp úgy, ahogyan az igényes lángosozónak. A lényeg, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret. Ő például eddig már 60 országban keresgélt, egyébként a műsorunk idején éppen Mexikóban van. De mielőtt erről beszélnénk, ugrás a budaörsi sportcsarnokba. Itt röplabdázik ugyanis a mexikói válogatott feladójátékosa Ivon Martinez. A minap arra kérték, hogy hasonlítsa össze a magyar és a mexikói konyhát. Meglepődtem, sőt, megdöbbentem a válaszán. Kipróbáltam a magyar ételeket, és nagyon finomak. Egyetlen bajom van velük, mégpedig az, hogy nem elég csípősek. Biztosan főzök majd magamnak pörköltet is, de az mexikóias lesz, vagyis sokkal jobban fog csípni, mint az itteni. Na tessék, én eddig úgy tudtam, hogy mi magyarok azután tényleg betyár erősen eszünk mindent. Jókuti András viszont azt mondta, hogy nem csak a mexikóiak tesznek több erőset az ételeikbe, mint mi. Például India egyik államában, Keralában már ő is nehezen bírta a csípőset a csípőssel. Számítottam rá, hogy csípős lett, de az meglepett, hogy
reggelire is már a csípős ételekkel nyitnak. Tehát kvázi ugyanaz a reggeli, mint az ebéd meg a vacsora. Nagyon sokrétű és mindenféle curry és egyebek, de hogy iszonyatos csípős minden. Egy sri lankai étteremben pedig cselezni akart, és kért az erősnek ígérkező ételhez egy kis írót, vagyis azt a savanykás folyadékot, ami a tejföl köpülésének a mellékterméke. De hiába tette, azzal sem járt jól. Kiderült, hogy ez az íróital, ez viszont zöld csilivel készül, és még sokkal csípősebb volt, mint maga az étel. Úgyhogy tényleg vannak azért nálunk erősebben csípős konyhák. Többek közt ugye a mexikói is azért alapvetően eléggé csípőse van hangolva. Andrásnak egészen különleges hobbija van. Ahogy a nő mondja, világeszik. Vagyis ha van egy kis pénze, akkor felkerekedik és elmegy valahová enni egy jót. Vagy rosszat, ahogy sikerül. Van, ahol maga is beáll ételt készíteni, bármilyen furcsa, itt ebben a japán étteremben például éppen ezt csinálja. Igen, az egy ilyen hatalmas ilyen fa pöröly, az egy mochi nevű édesség, egy mochi nevű kis gombóc, ami valamilyen édes töltelékkel készül, és az a lényege, hogy iszonyatos sokszor kell csapkodni azt a tésztát ahhoz, hogy igazán nyúlós legyen a végeredmény. Nem titkolja, hogy a japán ételeket szereti a legjobban, a legnagyobb csalódás pedig Latin Amerikában érte. Ott ugyanis azt várta, hogy rengeteg finom tengeri dolgot ehet majd, de nem ez történt. Az átlag ember megeszi a rizssel kevert babot, vagy a babbal kevert rizst, és eszik hozzá esetleg egy grill csirkét, de nem nagyon van meg az mondjuk, amit egy ilyen mediterrán országokhoz hasonló országban az ember lát, hogy akár az olaszok, akár a franciák, akár a portugálok, hogy hihetetlen élvezettel fogyasztják el még a nagyon egyszerű ételeiket is. Persze megkérdeztem, hogy miből telik neki az utazgatásra. Ahogy mondta, egy nagyobb acska lakás árát már elbukta ezen, de mivel nincsen semmilyen más költséges hobbija, valahogy megoldja. Ráadásul itthon sokszor eszik vajas kenyeret, ami olcsó is és finom is, persze csak akkor, ha jó alapanyagból készült a kenyér. Önök talán megszokották, hogy a riport végén a riporter köszön el, most nem ez történik, mert hogy András forgatásunk másnapján ugrott egy öleset, egy több ezer kilométereset egészen Mexikóig, úgyhogy András, tiéd az utolsó néhány mondat. Időközben valóban megérkeztem Mexikóba, egészen pontosan Yucatán félszigetre egyelőre, de hamarosan ellátogatok majd többek közt egy olyan chili farmra is ennek a világevésnek a keretein belül, ahol először foglalkoztak chili termesztéssel Puebla közelében, úgyhogy nélkülük se lecsó, se gulyásleves, se hasonlók nem léteznének. Köszönjük neki, ez itt a Napló, amiben Eldési Zoltán és Jókuti András riportját látták. Ilyen fura, ilyen külföldi táját látni. Sok sikert kívánunk Andrásnak, és bízunk benne, hogy ez az év az újranyitás éve lesz. Hamarosan sok nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak szívből kívánom.